Ismeretlen elhunyt urnáját sodorta a partra a Tisza szolnoknál, hogy a folyó felsőbb szakaszáról hozta el idáig a víz, az úgynevezett úszópárnát vagy a közelben helyezték vízre nem tudható. Ez, amit én a képen látok, ez gyaníthatóan egy újrahasznosított papírból készült, úgynevezett marít, merített papírból készült urna volt, az, hogy miért nem oldódott fel, ez egy jó kérdés. A korai típusokra volt jellemző igazából, hogy nem annyira találták még az anyagösszetételt. Egyébként készülhetnek ezek az urnák sóból, kenderből, homokból, bármilyen újra hasznosított anyagból, ami a vízre ilyen mértékben reagál. Manapság már jó sok kukorica is adnak hozzá azért, hogy ilyen biztosan ne fordulhasson elő, minél gyorsabban oldódjon fel. A parton talált körülbelül két kilogrammos urna esetében is az az eljárás, hogy először azonosítani kell, hogy kinek a földi maradványait őrzi, majd felkeresni a hozzátartozókat, és ők döntik el, mi legyen a le bomlott úszópárna, illetve a hamvak sorsa. Vagy hagyományos módon eltemetik, vagy újra vízre bocsájtják. A szolnoki Tisza szakasz Tisztántartása a Szolnoki Város Kft. feladata. Egyre divatosabb egyébként az, hogy a, a tisztát választják végső nyughelyére a rokonaiknak a, az emberek. Ennek a szabálynak a betartása azért fontos, hogy egyrészt az ilyen esetek elkerülhetőek legyenek, másrészt pedig azért, hogy akit esetleg zavar egy vízpartra kisodródott ilyen jellegű urna, a, azoknak a az érzéseit se sértsék azok, akik gyászolják a hallottaikat a sírkerten kívüli urna elhelyezést kormányrendelet szabályozza. Ehhez az elhelyezendő terület tulajdonosának vagy vagyonkezelőinek hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a közép vidéki vízügyi igazgatóságé. Az szükséges dokumentáció a honlapunkon teljes körülön megtalálható, tájékoztatókkal és kélemmintával egybe vonva. Itt annyit kérünk, hogy a szertartás megkezdése előtt lehetőleg 10 munkanappal az eltemettető hozzátartozó tegye meg ezt a bejelentést, és amennyiben a szertartás megőrző munkanapig nem emel a kötivízi kifogást, akkor a hozzáás megadottnak kell tekinteni ehhez a tevékenységhez. Arra felhívjuk a figyelmet, hogy csak lebomló urnában lehet ezeket a hamvakat egyébként elhelyezni. A most hatályos szabályozás szerint urnás temetések számára tiltott területnek számítanak az öntöző főcsatornák, a kiskölei vízlépcső 300 méteres körzete, a holtágak, valamint a szabad strandok is. A hamvakat tartalmazó urna ilyen típusú búcsúztatásakor csak olyan urnába helyezhető, amely gyorsan lebomló anyagból készült. A szertartás során sem mécses, sem pedig koszorú nem dobható a folyóba.